Show. Inniko manna niku manna na na rej. Ezt mondja, vagy valami ilyesmi. Ah, manna na erej. Manna na erej. Ereje. Ez kamu, vagy valamit ez jelent? Biztos, hogy jelent valamit. Jelent valamit? Szerintem a mester üzenni akart valamit, tehát úgy kamu, hogy ez nem japó szöveg, ja, de valami japó van mögötte. Hogy örülhetnek a japán? Japán szöveg, ahogy valami van mögötte. Hogy valami van mögötte, ennek van egy rejtett ez jelentése, egy titkos, amit nem tudunk, dolog. És ezzel üzent. Hát igen, mert azért Kozsó mégiscsak a magyar popzene Leonardo da Vinci-e. Én azt gondolom, hogy... Hát, most azért picit erősen fogalmaztál, de vagy, így van. Vagy mégsem, már nem gondolok, lehet, hogy ez egy picit csak volt, de hogy szerintem biztos, tehát hogy ő csak egy ilyen kamu halandzsa dumát nem rakott volna be a szövegbe. Szerintem ő összerakta, hogyha nem is tud japánul, akkor is mondjuk egy szótár segítségével összerakott egy japánnak tűnő szöveget, ha nem gondolta azt véletlenül, hogy nem, hogy a szamurájok azok kínaiak. Én tudom, hogy nem, ez nem kínaiul van, mert azt hittem, hogy kínaiak. Igen. Úgyhogy szerintem biztos, hogy van ennek. A legdurvább, hogy ebben a dalban egyébként az is benne van, hogy hiszi a piszi, aki elhiszi. És azért az gyerekek, hogy erre tömegek táncoltak 1995-ben egy olyan dal, amiben az van benne, hogy mi volt, hiszi a piszi, aki elhiszi. Előtte volt egy... Nagy az, aki nagy, aki kicsi, az kicsi. Nagy az, aki nagy, aki kicsi, aki kicsi, hiszi a piszi, aki elhiszi. Jól összezavarta, kedves hallgatók. De komolyan mondom, én ezt nagyon szeretem. Ezt nagyon szeretem. Na tessék, Google Translate, üssétek be. Inniko. Vagy valaki tud japánul, csörögjön már fel bennünket. 55-55-00, csak van egy olyan hallgatónk, aki beszél japánul, hogy ez mit jelent? Mit akart nekünk ezzel már 1995-ben a mester üzenni? Egy japán ajkú hallgatónk, jó? Te mindig csak mond a szöveget, Feri, hogy tudják azok, akik nem ismerik. Helyesen, mond még egyszer? Odaig tudom, hogy Inniko. Figyelj, mindjárt megtalál, igen. Inniko manna niko manna na erej. Inniko manna niko manna na erej. Ez a szöveg. Inniko manna ki kifut a tej. Ja. Ne! Benne van tényleg? Hiszi a piszi, aki elhiszi. Utána én ezt elhiszem. Na most a Translate-ben ugye van egy ilyen funkció is, hogy amikor te azt beírod, akkor ő azt felismeri. Tehát van egy ilyen nyelvfelismerés. Uh-huh. Na, ez nem funkció, működik. Ez ennél. Most itt nem jött össze. De ez írj japán betűkkel. Hát most nem tudod japán betűkkel beírni. Jó. Hát, ja, hát dehogy ne, hát ne tudnám már. Szánalmas hát, vagy. Ezt mondod? Hát japán hát, betűkkel írt, hát elég hülye. Értek, hülye csinálok itt magamból. Hát miért nem japán? Na, írom, oké, beírom. Várj, akkor. Klaviatúra. Mik is ezek a kanjik, amik... Ja, igen, meg is van. Ne úgy írd, hogy mi írnak. Hát természetesen, hogy japán betűkkel kell beírni. Ne legyél azért ennyire iskolázatlan, hogy nem japán betűkkel írod be. Írd be. Azt írja, hogy hallgatok, hogy gyerekek, japán szakos vagyok, ez eltén, higgyétek el, semmit nem jelent. Hívjuk föl annak. Azonnal hívjuk föl, tegyük adásba, megfejtetjük vele, hogy ez valóban mit jelent. Elsőre lehet, hogy nem jelent semmit. Mi van, ha ez... De! Mi van? Mi van? Hát, hallod? Figyelj, beírtam azt, hogy japán nyelvfelismerés, és a keresési javaslatra kiadott nekem egy szomorú szamuráj dal szöveget. Nem, egy ázsiai kislány szöveg. Mutatom, basszus, nézd. Tehát azt már beírtam, ugye fonetikusan ezt az Inniko manna niko manna na erejt. Igen. Erre a keresési javaslatra kiadott itt alul egy ázsiai szöveget. Na hát, na, és igen, és... Na figyelj, rákattintok, és vannak benne értelmezhető betű. Magyar szöveg. Értelmezhető betű. Van, tenni, ilyen, például, között egy. Aha. Azta. Mit akart ezzel van üzenni a mester? Van tenni, például, mindközött egy. Hát nem érzitek a mélységét? Van mindközött egy. Hát magassága nincs, az biztos. csak mélysége van. Gyerekek, valaki, aki japánul tud, telefonáljon már nekünk. Jó? De fejtsük már meg, hogy lehet, hogy gyerekek, a Kozsó már egy ilyen kis haiku formájában már 95-ben valami olyan mögöttes jelentés tartalommal ruházta fel a saját dalszövegét, hogy a szabad kőművesek értik csak, az illuminátusok, mi pedig hülyén állunk itt lassan 20 éve a dalszövegét, és nem tudjuk, hogy Kozsó ezzel nekünk üzen. Hogy mit üvöltött bele Bétót László a péntek este éjszakába, a Petőfi csarnokba, mert amikor együtt kiabált, és lássam a kezeket, és most mindannyian egyszerre, hogy Inniko manna niko manna na. Erre. Mert az, ha mi kicsit balga, alulművelt szemünket, hogy ilyen szépen képzavarral ilyen, kiszúrta az, hogy hiszi a piszi, aki elhiszi. Ugye? Az a terelés? Az a terelés, de közben azért ő belerakott egy ilyen mélyebb jelentéstartalmú szöveget, ami esetleg akár még jelenthet is valamit. Hát ez a sok közül te vagy az egy. Hát azt mondja, hogy mind között egy. Ugye? Nem ezt fordítottad le az előbb? Mind, egy, nem figyeltél fel. Között. Van tenni. Ilyen például között egy. Na. Kozsó azt mondta egy riportban, figyeljetek, hogy ősi szamuráj mondóka. Aha.
története. A kisfiú elmegy egy tóhoz, amikor a korsót bele akarja meríteni, arrébb megy, aztán az apja megtanítja, hogy minden többször kell megpróbálni a siker érdekében. Ez egy mondatban benne van? Igen. A kisfiú, aki elmegy a tóhoz, belemeríti a korsót, de az apja azt mondja, hogy többször merítsd bele, mert akkor sikerélményed lesz. Ez az iniko mananiko manana erej. Ez ezt jelenti. De egyszer, ha merítesz, nem tudod megmeríteni? Vagy miért kell többször meríteni? Lukas, akkor addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik. Na! Aha, de nem tört el, és nem kút, hanem tó. Ja, tó, és addig nem tört el, jár a korsó a tóra, érted? Amíg nem törik így el. Így van, és hogy az idős szamuráj tanította a fiatal szamurájt, hogy többször kell próbálkozni, még ha elsőre fáj is egy kicsit. A japán fordítás azt jelenti, tudok japánul, írja Péter, vedd meg a CD-met, jó gazdag leszek. Ebben is van valami. Egyébként ez is lehet, igen. Hívjátok magát a mestert, hívnánk, Kozsó továbbra sem nyilatkozik, nem nekünk, hanem őt ugye egyébként nagyon kedveljük, meg nagyon jó a viszony, meg sokszor szoktuk így megcsipkedni, de ezt abszolút de most... érti, szereti, egy nagyon komoly betegségből lámadozik, ráadásul külföldön van, és így továbbra van. Sem nyilatkozik senkinek, úgyhogy mi neki drukkolunk, ha egyszer tudunk vele beszélni, ezt is megkérdezzük. Nagyon fog neki örülni. Nem nyilatkozik most. Mondjuk a hallgatói felvetésben szerintem van valami éppenséget, tényleg én is el tudom képzelni, hogy nyers fordításban ez annyit tesz, hogy Akácfa utca 32 szám alatt meg tudjátok vásárolni azt a medált, amit lóg a nyakamba. Gyertek el a teázomba, és ígyatok egy teát, ez jelenti, hogy innen komán ennek. 10 darab feletti vásárlás esetén egy teát megijattok a teázomba. 20 darab te után egy szerencsehozó gyémánt talizmát kaphattok papírból. Amit ha zsebetekben hordtok, akkor szerencsétek lesz. Na, tudok japánul, írja egy hallgató, hívjuk gyorsan. Tedd le nyugodtan annál, hogy szabad legyen a vonal. Jó, remélem, hogy igazi lesz. Tehát nem egy, hogy hívják, nem egy a kocsma, ja, nem, várjál, a kocsma nem, bolondja. Nem, már tovább olvasan buszossal, Szatyi, így a fújj meg a levest, ha nagyon meleg. Jó, hagyjad. Ezt egy picit féltem tőle. Éreztette már ezt. Gyerekek, jó. Azért valljuk be őszintén, elég sok olyan kisebb település van, ahol a helyi késdobálóban sokat tudnak japánul kétfeles után. Én tudok japánul, de ne hívjatok magyarul, sajnos nem értek. Csabika hírt ezt nekünk, köszönjük szépen. Jól van. Hölgyeim és uraim, ez történt a Morning Show-ban. Ti annyira okosak vagytok és műveltek, hogy hát tudtok erre válaszolni nekem. Ha nem akadtál volna az elején, akkor még hiteles is lett volna. De igen, nem. Amíg nem találunk japán hallgatót. Hogy van az, mondjátok meg nekem, olvastam a napokban, gyors váltás lesz, remélem tudtok követni, hogy egy úgynevezett szuperbaktérium, eddig megvan, most lassítottam, mert láttam, az hogy... Nem egy egyszerű, hanem nem, egy szuper, világos. Nem könnyű így átnyergelni egy pillanat, a másik, hogy már kicsit fáj, van egy advilot. Halálos baktérium szabadult ki egy amerikai kutatóközpont laboratóriumából, olvastam én ezt a napokban, több helyen utána néztem, egyébként nem egy bulvárcikről van szó, tehát valójában megtörtént. Veszélyes és gyakran halált okozó, bioterrorizmusra is felhasználható baktérium szabadult ki tavaly egyébként, egy főemlős kutatóközpont szuperbiztonságos laboratóriumából. Most laikusként próbáljuk modellezni a helyzetet. Uh-huh. Ül a baktérium a petri csészében, aminek a teteje rá van téve. Hogy történik a baktérium öntudatára ébredése és kiszabadulása? Egy tele szuper... van a csillóm ezzel a helyjel. Mondja ezt egy baktérium, de tényleg. De egyébként a US Today című napilap is lehozta ezt a cikket, oknyomozó riport keretein belül, ennek utána járták. Értek, tényleg megtörtént. Tehát nem egy felkapott bulvár hírről van szó. Hogy a fenébe szabadul ki, mondjátok ezt meg nekem? Felugrott a manzsettára. És kiment. Ül a baktérium bent, és egyszer csak észreveszi, hogy ő nincs bezárva? Vagy beoltják a baktériumot különböző főemlősökbe, tanulmányozzák őket, és a főemlős egyszer csak megszökik? Azt mondja a majom, hogy kimegyek a ketrecből, és megszököm? Vagy észreveszi a baktérium... Körbenézek a téli kertben. Esetleg ne adj Isten, észreveszi a baktérium, hogy nincs rajta a befőttes üveg teteje, és azt mondja, hogy hopp, kiugrom. Hogy szabadul ki? A laikusként, tessék, tételezzük meg, hogy ott tévessze az orvost a baktérium, ugye, igen? Aki kinyitotta a csészét, vagy kinyitotta a befőttes üveget, amiben tárolják a baktériumot, akkor a baktérium behúzódott az egyik sarokba. Ez az érdekes. Hol lehet a tudós? Mit csinálsz, ha ki akarsz venni egy befőttes üvegből az aljába egy kicsit beleragadt utolsó meggyszemet, megfordítod és elkezded ütögetni a tenyeredhez. Tehát a tudós is azt csinálta, hogy nem találta az üvegben a baktériumot. Megfordította az üveget, a petri csészét, és elkezdte ütögetni. Mert kapaszkodott. De a baktérium kapaszkodott az üveg falában. Nem, ekkor már nem. Engem nem rázol, legondolta a baktérium. Jó, te közben mondta, hogy mit gondol a baktérium. Te vagy a baktérium. Te alá narálod, hogy mit gondol a baktérium. Doktor Rákóczi bemegy,
azonosítom magam, ugye kézrátétel, íris, hogy hívják, bemész. Igen, ahogy? Bemész, ott vagy. Szuper biztonságos amerikai laboratóriuma vagy, 6 beléptetőrendszer, íris, kesztyű, sugárfény, piros lámpa, beléptetőkártya, péniszgyűrű. Azt viszed magaddal. Jó, az rajta. De van, mindig van nálam egy. Mindig van. Sokkal imponáló. Elektromágneses sokkot okozó péniszgyűrűvel megcsapatnak, ha elfelejtesz valamit. Igen, és ha lopni akarod a bakkit, akkor... Így van. Bemész, elkezded kiönteni, mert rájössz, hogy már nincs benne. Hát először keresem, megfogom a petri csészét, ekkor a baktérium mit csinál? Kapaszkodik, és arra gondol, anyádat buzerád a pipettáddal, te köcsög. Nagyon szépen na, beszél a baktérium. Milyen okos baktériumról van szó? Tudom, ha én kavarnám a családodat egy pipettával, se tetszene neked. Így van. A tudós nem találja a baktériumot. Kinyitod, megnézed. Igen? Nincs a baktérium sehol. Sanyika! Sanyika üvölt fel a tudós. Nagyon reális. Nem látod a bakit? Baki még mindig sehol. Hol van-e közben a baktérium? Nem vett észre ez a kancsal barom. Nem vett észre a colos. Sanyika visszaszólt, nem tudom, hol lett, tegnap még megvolt. Nem vett észre a colos. Ne, te nem találod, így van. Nem találom. Megfordítom én ezt a petri csészét, aláteszem a jobb kezemet. És elkezded ütögetni. De ilyenkor már lóksz. Te már kapaszkodsz. Igen, kapaszkodok. Amikor megfordítja az üveget és belé szippant, akkor beugrok abban nagy taknyos orlokába. Először még csak ütögetem. Azt mondom, már. Hol vagyok, mi ez a Grand Canyon, mondom, te mint a baktérium. Utána egyszer csak a baktérium egyébként leugrik a székre. Sekezd futni a nyitvágyobb zsilipajtóhoz. A székről lekapaszkodik, az ülésen keresztül legomul. Látja, hogy nyitva van a zsilipajtó, gondol egyet. Hopp, most kijutok, mert zöld a lába. És az utolsó 5 centinél fölugrik, lassítva átmegy a kapun. Fut a baktérium, fut, majd a zárás előtt, amikor pirosra vált a fény, ugye záródnak a szuperbiztonságos zsilipajtók, a baktérium vetődik egyet, és kiugrik a szuperbiztonságos laboratóriumba. Hát gyakorlatilag a húzat húzza ki. Igen. Téged húz a baktérium, fölülsz a szélszárnyára, és repülsz már. Istenem, repülök. De közben már gyilkos gondolataid vannak, hogy kitölsz majd meg először, hiszen te egyébként egy nagyon veszélyes baktérium vagy. Tehát te már ölni mész ki. Rosszban sántikálok én, járvány lesz belőle most. Járvány lesz belőlem, vaze. Most már mindenkit tönkre teszek. Ha egyszer felnövök, igen, ugye? Én leszek a bubópest is. Az eszem meg áll, komolyan mondom. De hogy verik a mellüket itt az amcsik, hogy náluk van minden szuper baktérium, meg ők ezt tudják kontrollálni, és egyszer csak egyébként egy főemlős kutató laboratóriumból ez a szuper baktérium egyébként kijut. Nyilván feltételezhetjük, hogy azért itt volt valaki, aki megpróbálta ezt kicsempészni. Az egyik majom. Vagy az egyik majom. Mi az aranyom, ez a befőttestében? Jó lesz ez még benne, elteszek egy kis halászlevet aranyom. Még mielőtt lerohad az a sok sárga barátka fáról, én elfőzögetem, de nincsenet el elég sok dunsztas üveg. Hát ez meg üres. Mondta ezt egyébként a Tennessee-ben található Buck laboratórium takarítónője, és kivitte a petri csészét. Így van, kivitte a petri ezáltal... csészét. Igen. Megszökött a baktérium. Szépen a fazék mellé, amiben rotyogott ugye a sárga barac lekvár, a nagymama lekvárja. Neked egyébként az a neved, hogy Bulkolderia Pezudo Malei. Ez a neved, mint szuperbaktérium. Anyám máshogy becézett. Egy kis pezudócska. Ja, már mint a baktérium. Ez a baktérium neve a szennyezett talajjal és a vízzel való közvetlen érintkezés után kerülhet át emberre és állatra. Azon anyagok közé sorolják, és itt jön az érdekesség a dologban, a bioterrorizmusban is fel lehet használni, vagyis nyilván nem véletlenül jutott ki ebből a szuperbiztos laboratóriumból. Hova mész elsőként, amikor baktérium vagy és kijutottál? A buszmegállóhoz. Mert azzal lehet egyébként a legmesszebbre eljutni a leggyorsabban és a legfeltűnésmentesebben. Buszmegállóba mész, vagy egyből eljutsz egy reptérre, és megpróbálsz minden járatra felkerülni, vagyis sokasodni. Vagy nem, elmész hát egy buszmegállóba. A buszmegállóba, és mondom, hogy a Kennedyre. Jegyet kérek. Kérek két jegyet a Kennedy reptérre. Hát ennyi, és elindulsz a reptérre, mert okos vagy, te egy szuperintelligens baktérium vagy, és tudod, ha hogy felszállsz ott néhány nemzetközi repülőjáratra, akkor tulajdonképpen egy világjárványt tudsz pillanatokon belül elindítani. Jó. Aztán feljutok a repülőgépre, igen? És oda megyek, ahol a legkevésbé számítanak. Min utazol? És azt mondom, business? Klassz. Bizniszen utazol? Nem, egy poli kis baktérium vagy, te az ekonomi mész. Nem mész te a bizniszen. De ott számítanak rám, hogy a prolik között nyilván van valami. De ez igaz. A gazdagéknál nem. Ez igaz. A gazdagékat nem vizsgálják. Hát te akkor te vagy first classon, vagy businessen utazol. De akkor már mennyi first classon? Akkor megyek first classon. Tudtad, hogy van ilyen, hogy first class? Nem, de most nem? Már tudom. Mondtam, hogy fejlődök. Mondtam, hogy egy prolik kis baktérium. Egy prolik kis baktérium vagy. Oké, kérdezek egy nagyon fontosat.
Igen. Hol van most ez a baktérium? Tehát ha meg eltűnt, de feltételezzük, hogy nincs meg. Tehát valahol van. Hol van? Most van? Már Floridába arra GPS repült az előbb. Nem csak azt mondják, hogy eltűnt. Keleti szélesség. Eltűnt a szuperbaktérium. Tehát létezését ezzel tulajdonképpen elmondták, hogy létezik. Igen, de nem tudják követni. Vagyis van valahol. Valamilyen csúnya maszkos bácsinak a Petri csészéjében lapul, és hát, éppen viszi mondjuk az iszlám állam magához. Nem el, hanem kiszabadult, nem ugyanaz. És ül valahol egy busz megállóban, lógatja a lábát, pontosan. És várja, hogy megtalálják? Hát vagy most emeli a szájhoz valaki egy sajtburgerrel. Vagy egy sajtburgerrel. Simán. Igen? Tehát valahol akkor ennek a baktériumnak egyébként lennie kell? Figyelj, lehet, hogy egy ezek a föld nevű bolygó és a mi civilizációk utolsó vidám percei, amiket most élünk meg. Tehát már egyébként... Négy majomban benne van már, és egy emberben. Hm. Amiről tudnak. Képzeld, és a Ferire kell megkeresnie, majd mutató újja. Nem, a négy majomban. Igen, és ki az a négy majom? Mutass rá. Tehát érted, ez a baktérium, mint a Skynet, önálló életre kelt. Ez valahol vándorol most Amerikában. Van egy kis hátizsákja, és megy. Mivel tudod törbecsalni? Hogy tudod törbecsalni? Hogy nyomozod le, hogy használ-e Mastercardot, Vizát, hol tankol, hova megy? Tehát hogy nyomozod le, hogy ez a baktérium kivette egy motelszobát, megszállt-e valahol? Mit csinál ez a baktérium, gyerekek? Mondjátok meg nekem, mit csinál? Petri csésze például az ő otthona, akkor ha kihelyezel Petri csészéket, lehet, hogy egyikbe vissza hazamegy. Már? Érted? Tehát ha leraksz a 66-os út mentén Petri csészéket, az egyikbe beköltözik? Hát igen. Te vagy a baktérium. Hát vagy mondjuk, hogy egy recepción azt kéri a kedves vendég, hogy dobd le a kulcsot a földre, mert nem érett fel a pult, az már önmagában gyanús. Hogy micsoda? Hát nyilván ki kell vennie valahol egy szobát, érted? Hogy oda megy a pulthoz. Elnézést, és szobát szeretnénk, $40 ez, dobja le a kulcsot a földre, mert nem ér el, mondja a baktérium. Igen. Tehát ha valahol... És aztán azt látod, hogy kicsit vonszolva, kicsit nehezen, kicsit kényszeredetten és kicsit ilyen nyomorultul elkezd csúszni a szoba felé a kulcs, az a baktérium. Akkor viszi a baktérium. Viszi bizony. Tehát gyanús az, ami magától mozog, azt valószínűleg a baktérium viszi. Tehát kulcsok mennek a szobájuk felé, azt viszi a baktérium. Uh-huh. Megszállja a hotelt az FBI, fegyverrel körbeveszik egyébként, és egy megafonon felszólítják a baktériumot, hogy felemelt kézzel jöjjön ki. Igen. Igen? Igen. Kijössz, te... Van fegyvere a baktériumnak? Neked, hát te vagy maga a fegyver. Akkor de a saját felemelt kezedben nem lehetsz te saját magad. Hogy teszed be a saját kezedet? Igen, saját magad által felemelve. Hát, nem na, egyszerű. Hogy emeled meg és magad? Mi van, ugye mennyi kérdése van a baktérium? És mi van, hogyha a baktérium nem adja olcsón a bőrét, ugye egy képzavar, ha nem adja olcsón a bőrét, hanem túszol egy néhány ártatlan penészt a sarokban. Akkor túsztárgyaló. Akkor túsztárgyalás jön. Penész van nálam, és kockáztatni fogom a testi épségét. Nem, a baktérium azt mondja, hogy itt van előttem egy szellőztető rendszer. Igen? Öngyilkos leszek, és belevetem magam ebbe a szellőztető rendszerbe, megfertőzöm kvázi az egész hotelt. Vagy elengedtek, vagy kinyírom magam. Tehát a saját megölésével tudja fenyegetni az FBI-t, hogy ő beleveti magát a ventilátorral ellátott szellőző rendszer. Van ott, ez a baktérium elszabadul. Nem? Ő most még egyedül van? Te kis proli egyedül vagy? Hát szerintem igen, de keresek magamnak újabb társakat, csak az, hogy ugye nem veszélyes, és ezért viszonylag könnyű, illetve nehéz nekem találni bármilyen társat magam mellé. Ugye de ha beleugrik a ventilátorba, akkor ő ezzel felé szakad a ventilátortól, hát onnantól és várjál, de akkor mindegyik egy önálló új kis rohadt baktérium lesz. Hát ezért veszélyes ez a baktérium. A ventilátor által osztódik? Osztódol, igen. Aha, ravasz. Ugye, hogy mennyi kérdés, gyerekek? Mennyi kérdés? Elolvastok egy ilyen cikket, csak úgy átmentek rajta. Mennyi kérdés van itt, amit fel se tesz az ember magának? Ugye? Hát és még a válaszok. Hát? Na jó. Gyerekek, ha valaki tud japánul, segítsen nekünk továbbra is, jó? Több szálon futunk. A szuperbaktériumot, ha valaki látja, szóljon, ez is nagyon fontos. Teljesen egyértelmű. Teljesen egyértelmű. Ha a kulcsok maguktól vánszorognak a recepciótól a szobáig, akkor ott sejthető, hogy baktérium van a háttérben. Jó? Recepciósok is nagyon figyeljenek. És nagyon-nagyon vigyázzatok, mert ezek a baktériumok ugye lentről fölfele terjednek, és ott mennek be, ahol nem várnak. Akkor én vagyok biztonságban. Mondjuk, mire téged megmászik, az mire is följön idáig. Te olyan vagy, mint nekünk, nem tudom, a Mont Blanc, érted? Sose jut el az agyadig. De a János támadja meg először. De hát te meg nem tudod önmagadat megtámadni, mert hogy te vagy a baktérium. Nem, hát. De azt a megkönnyebbülést, amit majd a marionárok felfedezésekor érez majd a szegény baktérium. Igen.
Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan. Egy perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és egy szuper baktériumról beszélgettünk, amit azóta is keresünk egyébként, ha valaki látta, akkor jelentse mindenképpen a hatóságoknak, ami kijutott egy szuperbiztos amerikai laboratóriumból, és hát az eset még tavaly történt egyébként, ez a baktérium bioterrorizmusra is felhasználható, és egy főemlős kutató központ szuperbiztonságos laboratóriumából jutott ki, veszélyes, egyébként gyakran halált is okoz. Az eset egyébként döbbenetes, egy pillanatra komolyra fordítjuk, nyilván próbáltuk eljátszani, hogyha mi lennénk a baktérium. Jó, elnézést is kérünk mindenkitől egyébként, akinek túl száraznak tűnt a tudomány nyelve, tehát igen, picit szárazan közelítettük a dolgot, de maga az eset egyébként tényleg megdöbbentő, gyerekek, hogy ez egyszer csak kijut. Tehát senki nem mondja, hogy ebben nincs valamiféle emberi segítség, nem? Hogy csak úgy a baktérium önálló életre kell, és kijut egy szuperbiztos laboratóriumból. Nem tudják tovább sem, hogy jutott ki. Nem észlelték a baktériumot a kutatóközpont területén, de hát hogy észlelték volna, hiszen mi már ugye Jani már ugye buszra szállt, mint baktérium. Már a Kennedyn vagy, és gondolkozol, hogy hogyan tudná tovább menni. Két dolgot elfelejtettetek. Egyrészt a mesztelen baktérium nagyon hamar szemet szúrna mindenkit. Ez is ugye? Igaz. És még egy fontos dolog, hogy orvosi köpenyt se vehetsz magadra, mert abban meg kimenni a Kennedyre. Tehát már ott van, hogy történt egy ruhalopás a baki részéről. Az egyik orvos hétköznapi... Áruha. Tehát áruhában mozogsz, mint baktérium. Tehát ha látsz egy nagy kabátot, egy lódent húzni a földön, úgy, hogy nincs az elején... Gyanús. Na, ennyi. Az gyerekek, gyanús. Ő mit tudhat magáról vajon? Van identitása? A baktériumnak? Tudja, hogy ő egy baktérium? A baktérium tudja, hogy ő egy baktérium? Vagy csak azt tudja, hogy ősi ösztönök alapján vezérel van, hogy osztodjon, szaporodjon, túléljen, fertőzzön, mérgezzen, őjön. Mit tudhat? Tehát, hogy ahhoz, hogy ő tudja, hogy egy baktérium, azt tudnia kell, hogy mik a többiek. Igen. Most lehet, hogy tudja, hogy mik a többiek, de nem tudja, hogy ő micsoda. Életem. De ne tudnia kell, mert ha ő egy baktérium, és egy erősebb baktériumot harapna meg, abból kifolyólag, hogy ő megfertőzze azt, akkor ő meghal. Sose harap meg erősebb baktériumot. Mit harap meg? Majmot, érted? Igen. Tehát tudja, már a majmot is felismeri. Igen. Láttam a baktériumot egy fonaljáró társaságában, nem mertem oda menni, és Sanyi küldte nekünk. Srácok, most szálltam ki a traktorból, hogy dobok egy sárgát, erre a traktor tovább ment. Magától. Valószínűleg itt van a kis rohadék. Akkor lehet, hogy ott volt a féken. Ott volt. Kiengedte a rohadt a féket, és elindult. Ne szállj vissza a trakira. A rohadék ellopott egy traktort is. Egyébként komolyan. Nálunk tegnap eltűnt egy belépőkártya, itt a szállodában szobaasszony vagyok, most kicsit betojtam. Ezt beaküldte nekünk. Lehet, hogy már készül becsekkolni a szállodába, igen. Ne beszéljetek butaságokat, egy meleg nedves helyen vagyok, többet nem mondhatok, de nagyon irigyelnétek. Mondjuk azzal vigyázni kell, hogyha egy szállodában érted, ott elemel egy belépőkártyát, utána beköltözik egy jacuzziba, akkor mi lesz a celebjeinkkel, akik oda mennek ugye ilyen promofotózásokra, hogy aztán megjelenjenek mindenféle képes magazinokban, hogy milyen jól érezték magukat a hétvégén ingyen. Mindenki beköltözik a gyilkos baki. Igen. Azért? Hívnatok el egy magyar bakteriológust, azaz vasutast. Az megtalálja. Ahogy vizualizálom a segítségetekkel ezt a kis baktériumot, kezdem megszeretni, írja nekünk. Egyébként Ari, tehát első ránézésre aranyos egy ilyen. De egyébként tényleg érdekes. Ti lesztek az első áldozatok, írja valaki, az biztos. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Egy harkály hátán utazó menyét. Én nem olvastam el a cikket alatta, csak nézegettem a fotót egy ideig, megmutattam a Beninek, imádta. Két napig harkályos és menyétes videókat kellett neki lejátszani. Ráadásul hétvégén pont láttunk egy harkályt élőben, tehát teljes volt az öröm. Láttátok a fotót, ugye nyilván ti is. Hogy a francba kerül, találgatják már a harkály hátára a menyét. Ki az okosabb a harkály, hogy elvitetti, vagy elviszi a menyétet, vagy a menyét, hogy viszi a harkályt, nem tudom, de a fotó jó. És általában nem hamisítvány. Nem hamisítvány. Nekem, amikor először megláttam ezt a fotót, ez jutott az eszembe, hogy mennyire fantasztikus dolog, hogy nem csak az embereknél, hanem az állatvilágon is ilyen nagy a családi összetartás, hiszen a harkály vitte a fiához a menyét. Jó. De te hogy házasodott be? Ez a kis testű ragadozott. Hogy fogadták be? Hogy a szerelem. Tehát hogy bontakozott ki? Mindent legyőz. Meg hol a francban találkoznak? Hol találkoznak? Tehát hogy mászott fel a harkály hátára a mennyét, gyerekek? Ezt mondja meg nekem, akik. Hogy van? Uberrel. Tehát uberezett egyet a mennyét, jött a harkály egy friss kocsival, felszállt és eluberesztette magát a mennyét a harkály országba? Vagy hova ment? Mi történt? A harkály a nyávfák felé tartott? Igen, elvinnél. Elvinnél? Kérdezte a mennyét, felpatta
a harkály hátára, és kirabolnám és a böcsök fészkét. Úgy tudom, amúgy sem vagytok jóba egymással. De mi van akkor, ha a harkály kapaszkodott föl a mennyétre? A mennyit hasára? Hát a mennyit hasára. Ja, alá, nem, alámászott. Tehát mi van akkor, ha alámászott egyébként? Viszont... A fotó fönn van a Facebookon, nézzétek meg, ha valaki esetleg nem látta. Feltesszük majd az Instagram oldalunkra is, legalább lesz egy friss fotó, mert úgyse volt már nagyon régen. Akkor ez egy ugró mennyit? Ez egy ugró mennyit, ami felkapaszkodott, igen. A mennyit mászik fára. Mit? A mennyit mászik fára. Mászik. Ugye? Tehát, hogy föl szokott mászni, mert nekem alapból az volt, hogy a mennyit van alul, ugye ő a földön, és a harkály repül, tehát lecsapott a harkály a mennyétre. És víjogba elvitte. És víjogba elvitte, ez volt az első, de a mennyit egy ilyen fordulóval fölé került, és így mentek tovább. Tehát, hogy alapból ez lenne a felállás, de nyilván nem ez történt. Én azt nem tudom, hogy ki mondja azt, hogy ez a fotó nem kamu. Tehát honnan tudod te azt egyértelműen kijelenteni, hogy nem kamu, még ha létezik is ilyen az állatvilágban. Tehát lehet, hogy hópárduc fején van pillangó. Létezik az állatvilág? Elvileg létezik. Én meghamisítom, és azt mondom, hogy ez létezik egyébként, és csinálok egy nem olyan hamisított fotót, ahogy... Az sem a fején van, hanem a pillangó a karmai közt ott van az a nyomorult, szerencsétlen kiszolgáltatott hópárduc, érted? Igen, igen, felkapta. Tehát hogy lehet egyértelműen kijelenteni egy fotóról, hogy nem hamisítvány? Azért gyanús. Elemzik és megnézik? Hát azért, ma már azért olyan trükkök vannak, hogy meg lehet jól csinálni. Nézd meg jól, a mennyét nem néz a kamerába. Nem látod a mennyét arcát? Nekem ez volt az első gyanús, érted? Nézd meg, takarja magát. Tehát a harkály, vagy mi a retek ez, az előre felé néz, a mennyét viszont elfordítja a fejét. Mi van akkor, ha egy olyan ritka természeti jelenség van, hogy a mennyét éppen próbálja megcsinálni a harkályt? Aha, de azért nem lehetne, a farktolla nincs felhajtva. Ez egy lány harkály? Figyelj, ha mennyét, és akkor hirtelen... nőstény a mennyét. Tehát ha mennyét, akkor az csak nőstény az lehet. Az csak nőstény. Hát, figyelj. Hát akkor viszont nem jó, ha ő van fölül. Jó, de hát lehet, hogy ez már egy ilyen nagyon torz, nagyon beteg kapcsolat. Na, felhívjuk azt az embert, aki náluk sokkal jobban ért a természethez és a természet fotózáshoz, ami drága Máté Bencénket, akit mi nagyon kedvelünk, és volt itt vendég, ugye Magyarország messze az egyik legjobb természetfotósa, vagy Magyarországnak, ugye, és megkérdezzük, hogy ő látott-e már ilyet, hamisítványa a fotó, egyáltalán természetfotóban létezik az, hogy hamisítás. Nyilván biztos, hogy hamisítanak, biztos, nem? Tehát, hogy van. Színeznek, átszíneznek, hamisítanak, nagyítanak, és minél szebbé tesznek egy fotót. De hogy szerinte itt mi történhetett? Megkérdezzük. Igazad van ezzel a megcsinálással. Nyitva van a harkály szája. Még! Gyerekek, nem lepődnék meg, ha előbb-utóbb pici mennyétfejű harkályok jelennének meg a természetben. Tehát előbb-utóbb azért ezen el kell gondolkozni. El kell gondolkozni. Na, itt van a mi drága Bencénk. Jó reggelt kívánunk! Hello, Bence! Ciao. Jó reggelt! Sziasztok! Hello. Hello! Ne beszélj ilyen hangosan, ha lesen megzavarod a madarakat. Fogadjunk megint ki. Vagyok, hanem éppen Erdély felé tartok lest építeni. Lest építesz? Mi lesz a következő, amit fotózol majd Erdélyben? Medvék. Medvéket? Mondjuk ez a veszélyes, vigyázz! Ugye? Hát a medve nem járt. Ezt már többen mondták, igen, Erdélyben mindig ezzel kezdik, hogy a... Igen, hát most hagyd ne mondjam ezt a történetet, de a Csaba testvérnek a birodalmában megyünk medveleseket építeni, és már van is egy, amit most megnézzük, hogy milyen állapot van a tél után. És remélhetőleg ott majd ők a gyerekekkel fogják tudni használni ezeket a leseket. Rafinált les lesz? Távolról medvének hát látszó les? Nagyon. Nem, nagyon olyan les lesz, amiben több napot is bent lehet lenni, mert hát medve nem játék. Azt úgy nem lehet, hogy bemész egy körúti jelmezkölcsönzőbe, kiköltözöl egy medvejelmezt, leülsz egy málnabokor mellé, és ott üldögélsz? És néha azt mondod, hogy brum, brum. És néha azt mondod, hogy brum. És mi van akkor, hogy éppen pázás időszak van? Akkor sóhajtasz egy nagyot. Nem, akkor menjetek ketten, mert akkor látja már a medve, hogy foglalt vagy. Igen, akkor nagyon-nagyon-nagyon szaladjál. Figyelj, láttad ezt a fotót? Láttam, egy olyan 83-ig kaptam meg körülbelül, tehát utoljára szeptember 11-én kaptam ennyi hírt egyszerre, pedig akkor még Facebook nem is létezett. Igen. Na, és mit mondasz, ugye? A harkály hátán repülő mennyét. Hát én egész eddig kerestem a bizonyítékokat, de este 10 órakor Andi feltöltötte a Máté Bence Photography Facebook oldalra a megoldást egy kép formájában, hogyha megnézitek, hogyha ez az apró kis csuka tud magával vinni egy ekkora halássast a hátán, akkor a zöld külnek sem lehet probléma egy ilyen mennyit. Hát ambivalens érzéseim vannak ezzel kapcsolatban, mert ha azt mondanám, hogy nem hiszem el, hogy így készült, és mégis, akkor nagyon ciki lenne a fotós számára. De mi miatt mondod ezt? Én elképzelhetőnek tartom. Tehát egy olyan szituáció, a zöld külön nagyon sokat van a talajon, a mennyét a talajon vadászik,
az abszolút elképzelhető, hogy mennyit megtámadja a zöld küllőt. Ez egyébként nem egy olyan bébi mennyit, ahogy írják, sokkal nagyobbra nem nőjelem ez az állat, mint ami látható a képen. Tehát ez a szituáció maga elképzelhető, de utána föl is száll, és még a hátán meg ott lavírozik a mennyit, már az elég erős képzelőre van szükség, de hát úgy tűnnek a fotók, hogy hitelesek. Úgyhogy... A fajok között előfordult olyan szintű barátság, hogy mondjuk mi már csak a végét láttuk, tehát mint már volt olyan, hogy most a mennyét vitte már egy kört a küllőt, és akkor aztán a küllő mondta neki, hogy jó, most figyelj, akkor is viszlek egy kört. Hát ez utoljára ez a Neil Fogelson a Mártalódon fordult elő, de mondjuk ez nyugodtan zárójelbe tehető, mert hát, nem, hát azért ez nem igaz, életválhartról van szó. Igen, de látunk olyat, hogy a kutya barátkozik a tigrissel és nem öli meg, hogy egy másik állat neveli a másik állat. Az ember barátkozik a medvével is, az megöli. Igen, az emberek egy kicsit többet gondolnak bele ezekbe a képekbe, mint ami valójában, de mondjuk egy kutya azért sokkal magasabb intelligenciát szinten. Figyelj, mint mondjuk egy zöld külő vagy egy mennyi, tehát ott azért könnyebben elképzelhető. Most nagyon bizarr, amit kérdezek, de nyilván nálatok is nagyon sok fotós van, nagyon sokan szeretnének világhírűek lenni. Az elképzelhetetlen, hogy valaki megfog egy ilyen zöld küllőt, fog egy mennyétet, valahogy összeeszkábálja őket, és repülésre bírja a madarat, hogy ott legyen a kamufotó, kamu pillanatának készítése közben, és tehát érted, mire gondolok? Tehát beavatkozik tudatosan, csinál egy képet, kreál egy képet, majd lefotózza, és megpróbál vele világhírű lenni. Hát azért ez nem egy elképzelhetetlen dolog, nem? Jó képet csinált volna róla. Hát azért ez nem egy rossz kép, ahogy repülnek. Ha már volt egy idő, hogy a zöld külője, hát szerintem a Photoshop-al ezt egyszerűbben meg lehet oldani. Aha. De mondom még egyszer, nem gondolom, hogy ez a... Nem lennék meglepődve, hogy kiderülne a végén, hogy mégis, de én, hogyha most állásfoglás kenétek, nem, akkor én azt mondanám, hogy ez valós. Az nem lehet, hogy azért ilyen pici ez a mennyét, mert csak síkban hozta össze őket, és távol van az a mennyét valójában a küllőtől? Csak úgy fordult, hogy pont egy síkban legyen? Nem. Látszik rajta, akarja... nem látszik a mennyétnek a szeme, de... Szégyenlős. A mennyét miért akarja az arcát? Tériszonyos. Nincs jegye. Tériszonyos, fél a repüléstől. Fél, hogy leesik, nem mer lenézni, nagyon magasan vannak. Figyelj, milyen hamisításokat láttál már? Biztos, hogy nagyon sok szemét kollégád van, aki nem olyan, mint te, hogy vársz 3 hetet inkább egy jó képért, és eszedben ütne hamisítani, amiről mondjuk ordított, és láttad, hogy úristen, hogy lehet valaki ennyire balga, hogy ezzel próbálja átvágni a fotós társadalmat és a laikus nézőket. Találkoztál hát, ilyennel? Hát ilyen sok van, de nem az az érdekes, amikor megpróbálja, hanem amikor ez sikerül is. És hát van egy klasszikus történet, ami már egy eléggé lerágott csont, ami 2003-ban volt, egy preparáti jégmadárról, de ott annyira ügyes volt a fotós, hogy annyira el tudta adni ezt a képet, hogy végén le is publikálták, és szinte mindenki el is hitte, hogy ez egy valós megtörtént jelenet, de aztán egy kicsit jobban ért a gyors mozgású madarak fényképezéséhez, azért nagyon egyszerű technikai magyarázattal azért. De el tudod mondani, hogy mi volt a képed? Mit csinált a preparált halott, kitömött jégmadár? Éppen csap rá egy tiszavirágra. Igen. És hát eléggé bizarr a jelenet, de gyönyörű kép egyébként. Csak hát ez a szituáció fizikailag nem állhat így össze. Meg a tiszavirágban benne volt a gombos tű. A fototechnikához elég sokat kellene érteni, nem ezt a részét kezdem el taglalni, hanem erről a képről megjelent egy évvel később egy olyan felvétel, amikor a tiszavirág elmozdult a madárhoz képest, de a madár nem. Ami egyébként repül. A tiszavirág az meg mondjuk ilyen fél élő állapotban a víz felszínén van. De ez azt jelenti, hogy belógatsz Damilon egy halott állatot, egy halott madarat, és kiretusálod utána a madzagot, és lóg fejjel lefelé a jégmadára, hogy éppen lecsap? Tehát lógott egy kitömött madár madzagon? Igen, ez a feltételezés. Azért ez nagyon, nagyon kemény. Mennyi munkát szentett, lehet, hogy egyszerűbb lett volna megcsinálni a képet valójában? Hát erre heteket kell készülni, nem? Hát szerintem is, mert egyébként ugye a fotósnak a képességét meglettek hozzá, tehát igazából nem értettük, hogy erre mely volt szükség. Mi az ára nagyjából a nemzetközi piacon egy ilyen képnek? Tehát mondjuk megcsinálom életem képét, hogy egy harkály utazik egy zöld küllőn. Ezutána én megversenyeztetem, vagy ezt felteszem és ingyen a világháló rendelkezésére bocsátom, vagy ezzel házalnak utána a fotósok? Hogy működik ez? Hát szerintem ennek a képnek a maximális méret az körülbelül az a 420 pixel, amit lehet látni a neten. A nagyon erős képkivágás, tehát ebből sok minden nem lehet azért elkövetni, de a természetfotónak az ára az mondjuk abszolút a békasági alatt van. Nem nagyon ismerek olyat, aki abból él mostanában, hogy természetfotókat árul. De elképzelhető, hogy az ember most azért kicsit több pénzt tud azért kapni, mint amennyit én eddig összesen szereztem az elmúlt 10 év alatt, mert elég jól sikerült megfuttatni, de hát igazából
Hát igen, ez most egy nehéz műfaj. És akkor van egy ilyen képed, és felhívod a Reuters, hogy gyerekek, van egy zöld külő repülő, menjétek. Na menj anyádba, és lerakja, rádrakják, aztán felhívod. Bocs, megint én vagyok, van egy vízilom, amit éppen két kabóca csinál meg elől hát. Igen, van egy repülő vízilom, hátán egy sirályon, na jó, hagyjál békén. Tehát körbe hívogatod az ügynökségeket? Hát de én nem foglalkozom vele, amiket ők keresnek meg. Most a kérdésedre válaszol, hogy konkrétan egy fotónak az ára, mondjuk egy magyar nyomtatott sajtóban körülbelül ilyen 3-5 ezer forint körül van, esetleg 10 ezer forint, vagy ha címlapjára rakják fel, akkor a top az a 20 ezer forintig. Most a belekerülési költsége az meg ennek akár a több tízszerese. Szóval a fotósok általában nem azért, a természetfotósok azért készítik, hogy utána eladják, hanem inkább szeretik csinálni és hobbiból, és ez egy ilyen mellék hozadéka, de sokat profitán nem lett belőle. Azt írja valaki, hogy tegnap volt a harkályos fénykép nálunk az esti híradóban, a gyermekcsatornán, Németországban, írja valaki egy hallgató, német a szám is egyébként onnan jött, valóban a földön ugrott a hátára, mutattak földön készült képeket is a fotósorozatból, tehát hogy több kép van, és a földön mászott a zöld küllő hátára. Az lehet, nem? Ez simán elképzelhető. Igen, de nem mászott, inkább ugrott, mert mind a két állat nagyon agresszív, nekem mind a kettővel volt valamennyire dolgom, mert olyan 10-12 évvel ezelőtt kértem az erdészeti iskolából kölcsön egy preparátumot, egy zöld küllőt, mert azzal akartam becsalogatni a valódit. És kifigyeltem, hogy hol van a zöld küllőnek a fészke, kiraktam 10 méterre mellé egy preparált zöld küllőt, lejátszottam a zöld küllőnek a hangját, majd fél percen belül jött a hím zöld küllő, rászállt a preparátum hátára, és addig vert, amíg lerepült a feje. De ez nem volt meg neki elég, elkezdte kihúzni a vattát belőle, tehát annyira volt benne van benne vitamin, hogy a fogyasztóvédelemtől jött, és látta, hogy ez hamisít. Úgyhogy ellen mertem mondani senkinek, de most már elévült, mert már több mint 10 év volt, hogy talán nem is emlékszenek rá. A menyéttel pedig olyan tapasztalatom van, az egyik fotós barátom, akinek esélyi mondok a Hortobágyon, neki volt egy szerencséje látni egy olyan jelenetet, hogy egy menyét bement egy szalakótának az adujába, ami a zöldkülőhöz hasonlóan egy eléggé masszív, erős madár, és mondjuk egy perc alatt lerendezte az összes fiókát, miközben a hím meg a tojó madár azt próbálta folyamatosan verni ezt a menyétet, ami mondjuk egyharmad akkor, mint egy szalakóta, és nem sikerült neki, elpusztított az összes fiókát. Mind a két állat egy ilyen kis terminátor. De akkor ez egy K1-es harc volt itt. Tehát itt ez egy érdekes, ami a abszolút, földön kezdődött, igen, és a levegőben. Kategória, mert a súlycsoportok nem számítottak. És felrepült ugye a zöld kül, és mondtam, hogy velem nem szúrsz ki, és lavírozott a hátán. Tehát azért az egy komoly csata volt. Figyelj, hány állathangod van neked, amit te csak így bejátszol? Tehát olyan természetességgel mondod, hogy bejátszottam neki Magnorról a zöld küllőt, mintha most legalább az applikációban 4 zöld küllő hang lenne nekünk külön-külön. Tehát több ezer hanggal mész te mondjuk? Vagy van 8 fajta medve hangod most, hogy mész Erdélyben? Amikor ez a történet datálódott, akkor még nagy becsbe mágnes szalagon őriztem azokat a hangokat, amiket az Ország Mihály vett fel pár 10 évvel ezelőtt. De hát most már beírod a neten ennek a fajnak a magyar vagy az angol megfelelőjét, és annyi hangot találsz, amennyit csak akarsz, úgyhogy nem kell vinni, hanem éppen amire szükség van, szinte az világ összes élőlénynek a hangját egy pár perc alatt meg lehet találni. Na jó, de honnan tudod, hogy az tényleg az, amíg addig nem hallottál, és kicsörtett valami neked oda a bozódból, amire nem számítasz? Hát úgy szokott az ennek, hogy általában jön egy inger a természetben, látok valami témát, annak hallom a hangját, és utána indul be a fantáziám, hogy esetleg ezzel nem lehetne motiválni. De egyébként kétélű a dolog, mert ez legjobban vagy akkor működik, amikor nászirőszak van, és azért jön oda, mert azt hiszi, hogy ott van egy hím vagy egy tojó, és azt keresi. És ezzel az állatnak viselkedésén eléggé negatívan is lehet befolyásolni, hogy az ember túlzásba viszi. Vagy pedig azért jön oda, mert védi a territóriumát, és akkor megint csak hát nem annyira etikus becsapni az állatot, úgyhogy amikor én ezt alkalmazom, akkor én néhányszor teszek kísérletet, hogy hogyan működik, de túlzásban nem szabad vinni. Na hát vigyázz a medvékkel akkor. Bizony. Nehogy tényleg párzási időszakban. Főleg, ha nősténybe hangot nyomsz. Igen. Tudod. Jó, vigyázz. Egy idő után pedig már nem menekülj, add föl, ha előbb szabadulsz. Meg nagyon óvatosan a reggelivel, hogy mit készítetek össze, szerintem jobb a sajtos párizsi zsömle, mint a mézes kenyér. Ezt előre megesszük. Bence, jó munkát nektek, vigyázz magadra. Köszönjük szépen. Köszönjük, ciao. Hello. Máté Bencének köszönjük szépen. Magyarország egyik, ha nem a legjobb természetfotósával beszélgettünk egyébként. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni! Ez történt a Morning Show-ban!
Gyerekek, azt hiszem, hogy túl sok a kultúra és túl komolyak vagyunk, úgyhogy hagyd szakítsa meg ezt a szép gondolatmenetet valami szintén nagyon mélyen szánt a dologgal. Ha már ennyit beszéltünk a kultúráról, és kicsit komolyabbak vagyunk, mint szoktunk lenni, térjünk vissza a saját IQ szintünkhöz, és hagyosszak meg veletek egy fotót, amit tegnap csináltam, hogy perverz vagyok-e vagy nem, azt nem tudom, de a férfi WC-ben készítettem el ezt a fotót. Jól hangzik. Igen, hát... Egyedül voltál, vagy más is volt ott, mert így már végig izgalmasabb. Csak az Instagramos elit. Szóval, gyerekek, ebben a történetben nem az a megdöbbentő, illetve az is megdöbbentő, ami fogadott a férfi WC-ben, a saját férfi WC-ben ebben. Az a megdöbbentő, hogy ide nem jutnak be, vagy csak nagyon nehezen azok, akik nem itt dolgoznak. Vendégek a legritkábban vannak itt, nem mindig itt tárgyalnak. Itt azok vannak, akikkel mi találkozunk, kezet fogunk, itt vannak közöttünk, ezt valamelyikünk követte el. És most keresünk egy szép szót, hogy mit tudunk használni, és mostantól kezdve úgy csináljuk ezt a megszólást, hogy ezt a gyönyörű szót, mindenki mondhat egy javaslatot, helyettesítjük be, hogy én mit találtam a férfi WC fajanszában. Csabi sarkon fordult, ahogy meghallott a témát. Pedig már csak... Na, tessék, mondjuk egy szép szót. Hát nem tudjuk, mit találtál. Akkor mutasd meg a képet. Legyen mi a nem szép tudjuk. Szó, mondjuk, legyen mondjuk... Mi használt papír zsebkendő? Nem, mert valami valami szépet. Ami... Igen? Tubarózsa. Tubarózsa! Aha. Jó. Egy szép tubarózsát talált. De tubarózsa illatos és szép. Hát, jó. Kinek okay. Mi a szép? Én mondom, az illatos, érted? Hát szokták mondani. Én mondom a lehajló nyírfaágat. Aha. Jó? Jaj, lehajló nyírfaág. Te? Mondhat, és akkor eldöntjük, hogy melyik legyen. Aztán lehajló nyírfaág, tubarózsa. Akkor... Szalonna! Igen, erre gondoltam, hogy valami illatos, szép anyag. Toka szalonna! Nagyon finom. Jó. Csécsi szalonna. Csécsi szalonna, jó. Melyik legyen? Lehajló nyírfág? Lehet a lehajló nyírfág, gyönyörű. Az olyan szép. Abban van egy kis... Az festői, költői. Kikérem, nem akarom megnézni. Kikérem magamnak, hogy olyan emberekkel dolgozom együtt ebben a rádióban. És most körbeadnám a fotót. Nem tudom, hogy Facebookra ilyet fel lehet tenni, vagy azonnal letiltanak bennünket, kiraknak és megszüntetik a Morning Show oldalt, és beszántanak bennünket soha. Az Instagramon érteni fogják. Az az emelkedett közösség. Nem merem az elit. És már mindenki kezdjen ezen gondolkodni, hogy kinek van olyan kollégája, aki elviselhetetlenül, gusztustalan dolgokat csinál, vagy azért, mert vakarózik, vagy azért, mert fültisztító pálcikák esnek ki a zsebéből, vagy azért, mert nem fürdik, vagy azért, mert úgy eszik, mint egy malac. Tehát erre kerekítjük majd ki, már jöhetnek az SMS-ek, hogy kinek van elviselhetetlenül, gusztustalan kollégája. Tehát ki az az ember, mondjátok meg nekem, aki bemegy a WC-be, és úgy, Feri már meglátta a képet, és úgy fektet le egy lehajló nyírfaágat, hogy úgy hagyja ott a lehajló nyírfaágat. Ne mutogass már! De én ezt lefotóztam, mert ez az ember itt van köztünk, ezzel az emberrel te kezet fogsz, ez az ember reggel idejön és rád mosolyog. Feri, nincs ebben semmi kollegalitás. Feri, de tényleg komolyan mondom, álljál már ki magadért, hogy ez az ember... Ne ez csak a... itt dolgoz, ez egy család! Miért nem vagyunk egymásra annyira tekintettel? Hogyha bemegyünk, emberek vagyunk, 7 milliárdan, mindannyian rákuporodunk a fajanszra, idősek, fiatalok, szép nők, gyerekek, férfiak, mi is mindenkiben az a közös három dolog, hogy meghalunk, hogy boldogak akarunk lenni, és rákuporodunk a fajanszra, hogy lehajló nyírfaágat tegyünk bele. Megnézem. Hogy ezt hogy hagyod? Hogy nem lehajol a kezem? Én nem merném megfogni a saját telefonomat sem. De tényleg tudom, hogy beteg vagyok. Le kellett fotóznom, mert az eszem megáll. Hogy követed el a kollégáid ellen ezt a szemétséget, hogy ott hagyod úgy, hogyha ez egy vasúti... Nincs rajta papír, gyerekek. De mi hát az ez... mögötte? Tessék? Gyerekek, ez az ember itt van köztünk. Nincs rajta papír. És a nagy kérdés, hogy a lehajló nyírfaág, és továbbra is így kérdő, mert ez nagyon... Ez egy nyírfa liget. Nem, ez egy lehajló nyírfaág. Gyönyörű. Vastagabb nyírfaág. Nagy lehajló nyírfaág. Letakarod ezt a lehajló nyírfaágat egy lehelletnyi kis kéztörlővel. Egy darabbal. Jön a kérdés. Hogy ment ő haza? Mi történt ezután? Oda jött, megnyomta a mikrónkat, és megmelegítette benne az ebédjét? Hozzányúlt a hűtőszekrényhez? Bement a szerkesztőségbe? Kiment? Nem, az történt. Felment? Roli, téged keresek! Roli, megjött az esti beszélgetős vendéged, Roli. Jövök. Hogy tényleg, tehát komolyan mondom. Gyerekek, hát itt kultúremberek dolgoznak. Uh-huh.
Hát itt van több szerkesztőség, több minden történik itt, ugye? Azért ez egy érdekes dolog. Ki az, aki mostanában távozott a rádiótól, és akár bosszú is van? De hogy komolyan mondom, hát ennél nem vagyunk egymással jobb viszonyban, Feri, mint hogy ezt elkövess. De nem, tényleg. Nem borzasztó? Hát azért nézzük meg, hogy emberek vagyunk, ugye? Sajnos ezek a kollektív dolgok bennünket összekötnek. Zsolt, nem arról volt, hogy minden cuccod viszed? De tényleg, gyerekek, hát ráülsz a budira. Ugye mi történik? Emberek vagyunk, erről kell beszélni. Megtörténik a lehajló nyírfa ág, elhelyezés. Milyen szép szó, lehajló nyírfa ág egyébként. Szép. És utána megtörténik a dolog, használsz bizonyos dolgokat, kezet mosol, visszanézel, és úgy hagyod ott a WC-t, ahogy azt elfoglaltad. Ugye van egy ilyen kimondatlan policy, hogy ahogy átvettem, úgy próbálom ott hagyni. Mit csinált azzal az egy darab? Nem mutogass meg, kérlek. Feri, most pont te? Hát, nem, mert azért nem lehettem én, mert ha én vagyok, akkor kukoricacsutka van mellette, tudod? Mert nálunk még nálunk azt használjuk vidéken. Meg a Feri lett volna, te nem jössz ki ebből a vécé. Az rád veti magát az a nyírfág, beállóz. Ott letérdez és eldőlsz. Szóval gyerekek, lehajló nyírfág, nem tesszük ki. Én nem akarom. Ez figyelj, se, nem lehet, a fotó, az Instagram közönségünk egy elittársaság. Kevesen vagyunk, 30 ezeren, de nem. De álljon ide és mondja el, hogy ő volt. Tessék, Juli. Juli, te... és ugye az az érdekes, hogy tényleg bemész egy plázába. Ott azért lesz, mit mesélni este a gyereknek lefekvés előtt. Átküldöm e-mailbe, ha gondolod. Kicsit elbizonyítani. Én vagyok a beteg, hogy ezt lefotóztam. Igen. Dehogy is, ne viccelj. Hát ne, ember nincs, aki ezt lefotózza. Egy vasúti átjáró, egy vasúti megálló, egy utas az ellátó... Az SD már tele volt sajnos. egy utas ellátó budiában is még azt mondod, hogy meglepődsz. De hát ilyen gyönyörű lehajló nyírfága, és utána itt gyerekekkel kezet fogunk, jövünk, beszélgetünk. Bizony, itt ugyanazt van a pultot fogja, amit te is. Hát nem biztos, hogy műsorvezető volt. De nem tudjuk. Nem tudjuk, sokan járnak azért. Ide tegyük hozzá, hogy azért ugye itt van egy biztonsági rendszer, de hát mégis most, ha úgy nézzük, akkor itt 4-5 szerkesztőségből lehetett valaki. Ugye? Hát, kire gondolsz? Hogy van ez? Figyelj csak, az a bajom ezzel a fotóval egyébként, hogy én nem fogom adom el bizonyítéknak, itt több hallgatós írja, hogy legközelebb szelfibe. Tényleg. Mert így nem is hiteles, hogy te csináltad. Igen, nem volt témánk, elővettem egy fotót a családi archívumban, és gondoltam, hogy bemutatom nektek, néztem, Benny, Noel, Benny lába, Noel keze, Decuki, 2 hónapos, 3 hónapos, itt van! Igen, ez az. Erről beszélünk 9 óra után. De ugye a hallgatók nem is tudják egyébként, hogy ez valójában ez a fotó tényleg ebben a WC-ben készült. Ez lehet, hogy nálatok készült ott, ha te telefonodon van. Jó, a fotó elkészítésének története az annyi volt, hogy állok az üdítőpultnál. És van még egy szintén nagyobb beteg kollégánk, aki velünk dolgozik, úgy hívják, Laci. És én üdítőt akartam menni, vagy vizet akartam menni, és ezt csak azt szólom, hogy Balázs! Gyere már! Hallod! Kincset találtam! Gyere már be! Mondom, Laci, nem akarom látni. Laci, tudom, nagyjából gondolom. Nem, Laci, nem. Vannak gyerekeim, látni akarom őket felnőni. Nem, ezzel fogok álmodni. De ezt látnod neked kell! Neked több meg a pixeled van, mint neked! Mondta ezt egyébként olyan örömmel, mint amikor én elmegyek Szenteste, és meglátom, hogy mit kaptam a feleségemtől, kibontom az ő ajándékát. Ember ennyire nem örül. Ennek. Gyere, fotózd le! És azért csináltam meg, mert tudtam, hogy ebből akkor már holnap témát csinálunk a gyerekek. Tényleg komolyan mondom, hogy ki csinál ilyet? Tegnap és fotóztad? Mi az egy darab kis kéztörlő, ami egy ilyen lehajló nyírfágnál azért legalább 3 csomagnak kéne elfogynia. Hát hogy van ez? Nem hiszem, hogy ő rossz indulat volt. Pont lehet, hogy arról van szó, hogy ő megnézte, és rájött, hogy ehhez a víztakarékos dömötör kevés lesz, és elment egy gőzborotváért. Igen, azt mondta, hogy van... még vissza. Megnézte a telefonját, és mondta, van-e mobil autómosó, van, kihívom őket, mert itt csak a gőzborotva segít. Szóval... jönnek a kollégák, és mindenki rázza a fejét, hogy nem, persze. És mikor úgy fog... fotóztad? Tegnap? Tessék? Tegnap fotóztad, vagy tegnap előtt? Mikor fotóztátok? Tegnap vagy tegnap előtt? Minden még mindig ott van. Hát nem azért, csak ha kedd, akkor... Ha kedd, a szerda, akkor... Mondjad, hogy mikor? Hogy kedden fotóztad? Igen. Hát akkor szerinted ki volt? Ki jön kedden 9? Ki az, aki elrohant? Tényleg. Jó, itt vendégek is vannak. Meg is vagyunk. Hát szerintem. Meg is vagyunk. Kedd 9. Ugye a téma az volt, és azt kértük a hallgatóinktól, hogy...
hogy írják meg nekünk, hogy milyen olyan kollégák vannak, nem feltétlenül a közvetlen környezetből, akik akik tulajdonképpen csinálnak valami olyat, akivel ti össze vagytok zárva, és mégis olyan sajtot hoz be, úgy eszik, elviselhetetlenül viselkedik. Ugye mindenkinek van azért nagyobb kollektíva, 50-100 ember között olyan ember, akivel egy kicsit nehezebb együtt. Ugye hát a munkahely azért az ilyen helyzet, hogy nem mindig az ember olyan emberrel van. Hogy milyen olyan kollégák vannak, akiket egy kicsit valamilyen okból kifolyólag nehezebb elviselni, mert csinálnak valamit, mert hoznak magukkal valamit, mert egymás mellett van az asztalotok, és tárol az asztala alatt valamit, amit ő mondjuk kedvel, vagy szeret, és neked egyszerűen az agyadra megy. Vagy olyan szokása van, vagy olyan zenét hallgat, vagy azt csinálja, amivel neked az idegeidre megy. Ugye hát sok munkahelyen azért nagyon sok olyan munkatárs van, akivel nem biztos, hogy mondjuk 8-10 órán keresztül jó együtt dolgozni. A szemét pálpusztaid. Nagyon sok. Tényleg, ez nem jó. Egyébként te tartasz olyan sajtokat a hűtőben, ami felfoghatatlan, hogy beraksz egy lebontatlan, vagy kibontatlan olyan túrórudit, ami ugye egy ilyen vákumcsomagolásban, vagy levegőse legyen bent, és a túrórudit berakod fél napra, és sajtíze van, ami nem mehet be. Uh-huh. Elvileg nem lehet sajtíze. Hát nem lehet, de hát... Te azzal büntetsz. Igen, hát meg egy picit védem a hűtőt is. Most mit csinálják? Fizesek elő a multialarmra? Érted? Nekem ott van az a sajt. Berakom, kinyitják, beszagolnak, becsukják, elmennek. Vagy elájulnak. De miért nem rakod ki az ablakba? Tehát miért a hűtőbe rakod? Hát a hűtő az egy kollektív dolog. Ott csomó mindenki tárol egy csomó mindent. Tehát vagy ne tartsd itt, vagy rakj az ablakba. Mert ha kirakom az ablakba, akkor letereli a járókelőket a járdáról az útra. Az úttestre. És abban egy gázolás lehet. Tehát inkább mi viseljük el a te sajt, mert Jani mindig egy házi készítési sajtokkal rongál. Vagy viszi, vagy szállítja, vagy veszi, vagy tovább, vagy nem tudod, egy ilyen sajtdíler vagy. Viszont nem, igen, de nem szoktam kicsomagolni. Hát az már nem az én hibám, hogy a csomagolásán is. Hát, de az valami extra durva csomagolásba kell tenni. Az. Figyeljetek, nem lehet, tehát ezeket a sajtokat nem lehet egyszerűen lefújtani. Tehát, hogy még körbetekerem folpakkal, még belerakom egy plusz dobozba, és nem, egyszerűen nem működik. Nem működik, nem, mindenhol átmegy. És amikor beteszed, tudod, hogy kiszúrsz velünk? Tehát te elmormolsz egy halk imád, hogy érdekli. Bocs, Bali, bocs, Feri? Ott a pont. Tudja, csak nem érdekli. Tehát, te úgy teszed be a sajtot a hűtődbe, hogy egyébként tudod, hogy minket ez megvisel. Gondolok rá, de a legkevésbé sem érdekel. Jó, hát na, hát na, pontosan... Legalább őszinte. Na, pontosan ilyen munkatársakra számítunk, jó? Akik úgy tárolnak a közös hűtőben valamit, hogy egyszerűen nincsenek tekintettel a többiekre, vagy vegyék ki ők a cuccot, vagy tényleg nekünk kell megoldást találni akkor. Tehát Julit szoktam néha látni, hogy kinyitja a hűtőt, és besír a szaktól. Fölüvölt, és vissza, csak én mondom, hagyja, nyugodj, Jani, eregedj. Tehát neki onnan indul a sajt, amikor már mászik, nem? Tehát te azt szereted. Igen. Amikor már megy. Ez nekem volt egy munkatársam annak idején, még jó régen, és egy elég fura emberke volt, és neki mindig olyan ötletei voltak, amikor mindig meglepett minket. Például nagyon szeretett így ad-hoc jelleggel sportolni, és ott eszébe jutott, hogy akkor megnéző, hogy egy perc alatt hány fekvőtámaszt tud lenyomni, vagy mondjuk 5 perc alatt hány kilométer tud futni, csak az a baj, hogy mindig utcai ruhában tette ezt, és utána pedig bejött. Tehát utcai ruhában kiment a munkahelyről, elment futni? Igen, ő egy picit, hogy mondjam, szóval nem volt épp. És milyen finoman fogalmat. Régebbi munkahely? Igen, és ő ilyeneket csinálgatott. De ő 10-kor az asztalnál, azt mondta, hogy elég, letette a fejagat, és elment futni. Igen. És visszaült. Uh-huh. És mennyi futott? Így van. És akkor futott, mit tudom, egy 20-30-40 percet, csak azért, hogy megnézze, hogy ő pontosan azon a távon, az alatt az idő alatt mire képes. Ne, de ledobta a fülest egy fél tizet, azt mondom, most mennem kell futni. Simán megcsinálta. És az a baj, hogy tudod, amikor bejött, vagy amikor már benn volt, ugye, hát ez némiképp érződött is rajta. Mert hogy mindezt utcai ruhában, és nem pedig sportruházatban végezte. És de visszaült, és ott maradt még 5-ig a munkahelyén. Így van. És mi lett vele? Még órákon keresztül. Ő lett a hónap futója. Minket nem is az érdekelt, hogy mi lett vele, hanem mi lett velünk. És miért maradt ott addig? És ilyenkor a kollektíva egyébként szól, hogy figyelj, ne fussál, vagy fussál otthon, vagy fussál hétvégén. Igen, tehát volt egy ilyen közös lázadás ellene, hogy jó lenne, ha nem futnál. Az volt, hogy mi tudtuk, hogy ő ilyen, és hogy ez nem a kezdet, és hogy ennek még lesznek azért folytatásai a jövőben, és egyszerűen nem tudtunk erre semmit csinálni. Ő, tehát mert nem volt ugye. Már akkor sem működött jól a pszichiátria. Hát, viszont ma ultramaraton is, úgyhogy nem is szoktak haragudni, amikor dolgozik. Bringával bejövök, és kiterítem a bringás cuccomat, hogy száradjon. Most mit csináljak vele?
Hát délután föl fogod szerintem venni. Szerintem éges, de. Hát az úgy kellene, hogy mindig reggel betekesz, leöntött benyával elégeted, és utána egy másik szedben mész haza. De egyébként egybe jöveteltől is ennyire kikészülsz, mert a ruhád alapján abban több száz kilométernek kéne lenni. Benne is van, sőt több ezer is, de ha jó tempóban hajtod meg reggel, akkor megizzadsz. Ha jó tempóban hajtod, akkor hűlsz. Nem? Hát reggel hűvös van. Aha, próbáld ki egyszer, mert hogy a hő termel a szervezetet, hiába van kint hideg, attól beleizzadsz. Kiteríted mindig? Kiteregeted, persze, hogy hadd száradjon, megmosakodsz itt, igazából ahol találtad a lehajló nyírfágat. A ruhával eltűnik, viszont elegyedik a levegővel. Tehát amikor te bejössz, akkor gyakorlatilag beszívod. Az ízadság cseppjeim rátok vetik és magukat. És ha belegondolok, hogy gyakorlatilag a Ferének az ízadsága a tapad bele az én tüdő rostjaimba, tüdő sejjel. Akkor az egyenlő a sajttal a hűtőben. Igen. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, hogy ki milyen zenét hallgató, elviselhetetlen szokással rendelkező, fura dolgokat az asztal alatt gyűjtő, vagy éppen fura dolgokat csináló kollégával dolgoztok együtt, ültök vele szemben, álltok a gépsor mellett, dolgoztok a gyárban, vagy éppen az irodában úgy, hogy szinte megmagyarázhatatlan az, amit csinál, de minden esetre kilóg a többségből, és hát egyszerűen nem lehet hova tenni az ő szokásait, és azt is írjátok meg, hogy mióta csinálja, illetve milyen. Jó? Az, amit nektek át kell élni. Pillanat csak. Eltüntetted aztán, ahogy lefotóztad? Nem. Laci úgy kezelte a dolgot, igen. 3:40 lesz, pontosan 7 perc múlva. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Arról beszélgetünk, hogy kinek milyen olyan kicsit nehezebb esetű kollégája van, akivel együtt ül, együtt dolgozik, egymás mellett állnak, élnek. Naponta 8-10 órát töltenek együtt, és nem könnyű elviselni. Hát ugye a legtöbb munkahelyen azért van ilyen, hogy nem a családok dolgoznak együtt, hanem ugye hát... Az se könnyű. Az se könnyű, de más által összeválogatott emberek, és hát azért ott kinek milyen az ingerküszöbe, azért van ok konfliktusra. És hát vannak érdekes SMS-ek egyébként. Nyilván az összeset nem tudjuk beolvasni, de van egy-kettő. A kollégám vagy fél éve felmondott. Te még mindig itt ül velem szemben. Ő nehezen értelmezhető, hogy mit csinál, de valóban egy idő után azért idegesítő lehet. A kolléganőm teljesen megmagyarázhatatlanul klaffogtatja a műfogsorát. Szörnyű ezt hallgatni. Indokolatlanul csinálja, így egy hallgató. Ketten ültök egy irodában. Csönd van, koncentrálsz a feladatra. Amikor mindig azon gondolkozom, hogy elkezdem ezeket olvasni, szól a rádió, ketten ülök egy irodában, és egyszer csak meghallod, hogy hallgasd, mit olvasom, és rájössz, hogy rólad. De én nem írtam. Rólad, te nem írtál. Te akkor. Te írtad, Józsi. Ketten ültök egy irodában, csönd van, koncentrálsz a feladatra, erre kolléga előveszi a csacsekből elviselhetetlen suhogás kíséretében a répát. Elkezdi ropogtatni. Második répánál felkelek, és kidobom az ablakon azt a rohadt répás zacskót, írja nekünk egy hallgató. Egyébként igen, valaki allergiás a ropogtatás hangra, engem például nem zavar, van, akit a hidegráz, hogy hallod, ahogy ropogtat. Szerintem ott más baj van. Ez olyan, mint a vízcsöpögés egyébként, tehát hogyha egész délelőtt azt hallod magadban, hogy... Igen. Azért abba bele lehet őszülni. Azt mondja, hogy nemzetközin kamionoztam, 3 hétig jártuk Európát, kollégám olajos halat, ruszlit, hagymát evett minden nap, 3 hét alatt egyszer megőrültem. Már be kellett dugaszolni az orromat alváskor, meg ezt a kis fenyőfát tettem az orromba, úgy próbáltam elszigetelni magam. Csabi Csökkel küldte nekünk az SMS-t. A cégünknél a takarítónk hetek óta lábnyomokat talált a WC ülőkén, egyszer véletlenül benyitott, és ott állt a budi ülőjén új kollégánk, aki Poroszlóról jött, és még nem látott ilyen berendezést. Jó, örülünk, hogy rajtunk keresztül üzensz a poroszlói kollégádnak, de köszönjünk. Igen. Kollégina a fogyókúra címen szőlőcukrot tevet 3 percenként. Egyesével csomagolt cukorkák olyan zörgős zacskóban, ami nincs. Megvan? Az megvan az a típus? Mert első zörgés, kiveszed az zacskót a táskádból, az egészet. Utána a zacskóból készed az egyes cukrot, majd fogod, és tudod, amikor széthúzod. Majd újra elcsomagolod, és 2 perc múlva kezdődik az egész előre. Igen. És erre még rá lehet tenni egy csavart azzal, hogy mondjuk vegyes szőlőcukor, és többféle íz van benne. És elkezdett keresni. Egyesével csomagolt cukorkák olyan zörgő zacskóban, ami nincs. Majd vizet ivott rá műanyag üvegből, amit összenyomott, hogy jobban jöjjön belőle a víz. És egy ilyen emberrel ülsz egész nap szemben, gondol, de egész nap csörgött valamivel, majd megőrültünk. Hemmi küldte nekünk. Egy régi kolléganőm teljesen egyszerűen mindig kivette a műfogsorát, amikor reggeliztünk. Becsomagolt a szalvétába. Mondtam, hogy neked is jó étvágyat. Köszönöm. Akkor csak pépeset. Nagyon képek, egy kis paradicsomon. Megkínálhatnak.
És ott van melletted becsomagolva szalvétába? Igen. Azért az kemény. Azért az kemény. Nálunk a szoftverfejlesztők egész nap tök magot rágnak munka közben. Mindenkit halálra idegesít a kattogás és a csámcsogás. Üdv Gábor, a szoftverfejlesztő. Aki finoman mószerolja a saját társait. Igen. Nálunk dolgozik egy figura, aki folyamatosan apró pici nyáldarabokat köpköd, de tudjátok, az a típus, aki nem egy nagyot, hanem beszéd közben megállás nélkül. 5 perc múlva nem tudsz úgy állni mellette, hogy ne lennél vizes. Egyébként ez megvan ez a kolléga. Azt nem direkt csinálja, tehát ő nem direkt zavar. És hogyha nem is jön ki, akkor megül itt a szája szélén, és már azt kell figyelned, tehát csak a száját nézed, hogy az mikor indul el az a csepp. Ott állsz vele szembe, nézed, most. Elugrás. Igen. Azt mondja, nekem volt egy munkatársam, aki kenyérre lette a hűtőből a hideg tejbe griszt. Jézus Mária. Az, gyerekek, mind csodálkozunk, nem? Kenyérre lette a hűtőből kivett hideg tejbe griszt. Szörnyű volt még nézni is. Azért tényleg az embernek néha kiket kell elviselni egy munkatársam, nem? Szóval azért ez nagyon kemény, tessék? Kente? Vajon a tejbe? Ő ilyen kásaként, ilyen darakásaként tette valószínűleg. Ja, volt egy osztálytársam, ő a mustáros kenyeret favorizálta, de nagyon kakaóval. És nem én attól örültem meg, ő mindig ezt hozott be magával, mustáros szendót és kakaót ivott hozzá. És így nézted, és így komolyan, tehát hogy senki sima nem akarod. Kenyér megkenve mustárral? Sima kenyér megkenve mustárral, összefordítva, kétszelet mustáros kenyér, és hozzá kakaó, zacskos kakaó. Foggal feltépve. Van egy ízlése. Hát igen, igen, most nézem, hogy mi az, ami még beolvasható. Csavaros, tetős, befőttes üveg. Jani, ezt tanácsolják neked, hogy ide tedd a nyomorúságos, rohadt büdös, már önmaguktól menő, elvándorló, a kerületből kisétáló sajtjaidat. Tehát, hogy tedd be egy üvegbe, és csavard rá a tetőt, hogy az működik. De ide, miért? Ide, hát hallgatom. Engem nem zavar. Rossz sajt nincs sem túlérett. De hát ez a ti problémátok, nem az ennyi. Igen, valaki azt írja, hogy a kollégám utálja a Balást. Nem hagyja hallgatni a Morning Show-t, állandóan eltekeri a rádiót. Zsolti küldte nekünk. Hát ilyen is van, igen. Aztán, ja, 4 évig voltam koleszos, az SMS egyébként beolvashatatlan, és utána még jönnek SMS-ek, amik szintén beolvashatatlanak, igen. Azt mondja, hogy telefonközpontos kolléga minden reggel annyira izgult, hogy izzadt. De a ruházatával egyébként nem tudott mit csinálni. 30 fokban és téli kabátban ül az irodában. Ez a megmagyarázhatatlan típus egyébként, hogy miért nem. Kinyitom az ablakot nyáron, elve felvesz még egy kabátot. Fázós. Ez egy banktelefon központjában történt. Írja nekünk egy hallgató. Ausztriában dolgozom egy pizzériában, nekem a főnököm török. És minden nap, amikor a pizzatésztát csináljuk, teli torokból énekel. A zene elég nehezen elviselhető. Ez még egyébként egy baráti. Ez még egy baráti dolog. Igen. Az én kollégám kieszi a hűtőből a savanyúságot. A saját szememmel látom, hogy az üveget nem dobja ki, hanem üresen visszateszi a hűtőbe. 10 darab üres üveg van a hűtőszekrényben. És gondolom nem az övé a savanyú. És valószínűleg nem az övé, igen. Na, hát a többi SMS az már egy picit durvább, hogy ki mit csinál, azok szinte már beolvashatatlan kategóriában tartoznak. Igen, valakinek a kollégája egy rühös macskát szoktatott oda, ahol éppen dolgoznak, és elüldözhetetlen a macska. És a macskatápot a hűtőben tárolja. Pár év múlva a macska megdöglik, és kezdődik előről a dolog. Ezt Gendi küldte nekünk, köszönjük szépen. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival.